Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint az ura. Ha a családatyád Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét. Ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, ami fényre ne derülne, sem titok, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt mondjátok el világosban, és amit fülbesúgva hallotok, hirdesétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is bokolba taszíthatja. Egy fildérét ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egyse közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek, hát sokkal többet értek ti a verebeknél ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, nem különb a tanítvány mesterénél. Az Úr Jézus szavait kétféle értelemben is nézhetjük. Ha személyre vonatkoztatjuk ezt a kijelentést, teljesen egyértelmű. Az Úr Jézus, aki Isten fia, a maga teljes tökéletességben jött el hozzánk, és a szolga alakját öltötte magára. Az ő életszentségével versenyezni lehetetlen. Még csak utolérni sem vagyunk képesek. Mégis ő a példaképünk, az ő szeretete az Atya iránt, vagy az ő irgalmassága az emberek iránt, vagy éppen az ő megbocsátó nagy lelkűsége ellenségei iránt. Ez mind olyan erkölcsi feladat számunkra, amit az évek évtizedek után is még mindig meg kellene valósítanunk, bizony pérulásra késztett bennünket az eredményünk. Bár csak odáig eljuthatnánk, hogy valami kevés eredményt emlékeztetne az, em eredmény emlékeztetne az embereket a velünk vala, való találkozáskor magára Jézus Krisztusra. Mégsem mondhatjuk, hogy kár az erőfeszítésekért, hiszen már a választott néptől is ezt követelte Isten szentek legyetek, mert én szent vagyok, idézi Szent Péter apostol a levelében Mózes könyvét. Na de maga az Úr Ézus is hasonlót állít elénk, amikor a hegyi beszédben így tanít, ti olyan tökéletesek legyetek, mint amilyen tökéletes mennyei atyátok. Igaz, ez egyáltalán nem valami abszolút követelmény irántunk, de törekvésre és erőfeszítésre késztető feladat. Egyre jobban közelíteni hozzá, ezt várja el tőlünk Jézus Krisztus. Ugyanakkor az Úr Jézus megállapítását értelmezhetjük úgy is, hogy ez az ő követőinek közösségére vonatkozik, vagyis az egyházra. Így ebben a kijelentésben az egyház jövőjét rövendöli meg az Úr Jézus. Krisztus azért jött, hogy a választott népet Isten országába vezesse. Ezért tanította őket, ezért gyakorolt irgalmasságot irántuk. De a kezdeti lelkesedés egyre csak lohadt a népkörében, sőt ellenségességbe csapott át. Akik kezdetben messziről özönlöttek hozzá, hogy a csodáit lássák, vagy végén még a csodáival is gúnyolták Jézus Krisztust, szállj le a keresztről. Nem mondható, hogy az Úr Jézus megváltoztatta volna egész Izraelt. Csak viszonylag kevesen fogadták el őt, bár ők az életüket is rátették az ő követésére. Ezt nézve az egyház sem várhatja, hogy az egész világ elfogja ismerni és elfogadja a tanítását. Nem szabad tehát megdöbbennünk azon, hogy újból és újból a legkülönfélébb támadások érik Krisztus követőit. Törekednünk kell ugyan arra, hogy minden embernek hirdessük az evangéliumot, és lehetőleg el is fogadtassuk velük. De nem szabad keserűséget éreznünk azon, ha kicsinek látjuk a hatékonyságot. Az Úr Jézus világosan megmondta, hogy a növekedést Isten adja. Nekünk a vetés a feladatunk. Az adatás majd a nagy napon az angyalok feladata lesz. A mi kötelességünk tehát, hogy álhatatosságban mutatkozzék meg a mi hűségünk Jézus Krisztushoz. Éppen ezért ne dicsőséget keressünk, hanem Isten dicsőségét hirdessük és szolgáljuk. Amen.